Navracsics Tibor a versenyképes járások program tájékoztatóján elmondta, a 2025. január 1-től induló programban területfejlesztési célokra az iparőzési adó növekményből, a 2024-ről 2025-re növekvő összegből képeznek fejlesztési alapot, amelyre járások pályázhatnak. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb járás számára, amelyek ma még fejlesztési problémákkal küzdenek, egy előre kiszámítható kerettel biztosítani tudjuk azt, hogy minden évben megvalósul valamilyen fejlesztésük. Ez a 174 járásból 135 esetében azt jelenti, hogy minimum 250 millió forintos pályázati keretösszeggel gazdálkodhatnak. 6 olyan megyeszékhely központú járásunk van, ahol ez 500 millió forint, ez a minimális összeg. Ez Zalaegerszeg, Kaposvár, Szekszárd, Békéscsaba, Eger és Salgótarján. A miniszter hozzátette, a többi járás esetében, mint például a székesfehérvári járás, ahol magasabb a növekmény, mint 500 millió forint, nagyobb összeg jut a fejlesztésekre. Tulajdonképpen annak az elismerését is jelenti, hogy egy-egy város erőfeszítése, egy-egy város iparűzési adó bevétele, az nem csak a városiaktól függ. Ezt régóta tudjuk már, többször hallottuk polgármesterektől, Cserpalkovics András polgármester úrtól is, hogy a fehérvári itt megtermelt jövedelem is jelentős mértékben a Fehérvárra bejáróknak köszönhető. Éppen ezért az a célunk, hogy olyan projektekhez adjunk támogatást, amely ezt a területi egymásra utaltságot a fejlesztés politikában is kifejezi. Navracsics Tibor hozzátette, a program lehetőséget ad többek között az elővárosi közlekedés fejlesztésére és olyan beruházásokra, amelyek a város és a környező települések közötti együttműködést hatékonyabbá teszik.